Pünkösd, a keresztény egyház egyik fő ünnepe, amely a húsvétot követő 50. napon kezdődik. A zsidó vallásból ered, ahol a Pészach utáni 50. napon, szabadkor, az aratás, az első gyümölcsök, majd később a 10 parancsolat adományozásának az emlékét ülték. Ezt az ünnepet a keresztény egyház születésnapjának is tartják. Pünkösd ünnepe egy rendkívül érdekes ünnep a kívülállók számára, de egy nagyon fontos ünnep nekünk, keresztényeknek, hiszen pünkösd ünnepén a Szentlélek Úristent ünnepeljük. Mindig beszélünk Istenről úgy, mint Atyáról, aki teremtette ezt a világot és gondot visel erről a világról, és természetesen beszélünk az emberrélet Istenről, Jézus Krisztusról, aki nem csak megszületett, de tanított, gyógyított, értünk meghalt, és aztán harmadnapon feltámadott, és így imádjuk őt, mint élő urat. De a Szentlélekről sokszor keveset szólunk. Talán azért is, mert a Szentlélek Úristen munkája nem egy egyértelmű, azonnal látható, észrevehető munka közöttünk végzett cselekmény, hanem sokkal inkább valami olyasmi, ami a háttérben történik, szemek elől elzárva, de mégis átélve és bennünket megérintve. A Szentlélek Úristen teremt közöttünk hitet, vagy bennünk hitet, és közöttünk közösséget. Így tulajdonképpen az egyház születésnapja is pünkösd ünnepe. Hála Istennek, hogy püspökeink erre az ünnepre egy pásztorlevelet írtak, amelyben most már felszabadítják a gyülekezeteket, hogy bátran tartsanak Isten tiszteletet, és ami eddig hát egyfajta megkötés volt, hogy ne énekeljünk, rövidített liturgia legyen, és úrvacsora nélkül, ezt most mind eltörölték, azaz most már énekelhetünk, Krisztus testével, vérével élhetünk ezen az ünnepen, így hívunk mindenkit erre az ünnepre, hiszen Zakariás prófétánál olvassuk, hogy nem hatalommal és erőszakkal, hanem az én lelkemmel, mondja a seregek ura, ami azt jelenti, hogy valóban az Úristen munkálkodik, és így hív bennünket erre az ünnepre, ünnepeljünk együtt az ő lelkével. A Bonyhádi Felvidéki Egyesület 1998-ban alakult. A felvidékről kitelepített Bonyhádi és a környékéhez tartozó településeken élő lakosokból. Megalakulásuk óta a csoport minden év pünkösd hétfőjén megemlékezést tart. A program úgy szokott alakulni, hogy van egy hálaadó szentmise, ami a katolikus templomban 9 órakor kezdődik. 10 órakor itt szokott folytatódni a táblánál koszorúzással, emlékműsorral, és minden második évben szlovákiai településeknek a polgármestereit, illetve polgárait meg szoktuk hívni a találkozókra. Az egy ilyen nagyobb rendezvény, és abban az évben valamelyik település bemutatkozik. Ez általában olyan kultúrműsor, amit otthonról hoztak, tehát kimondottan felvidéki jellegű, és táncosok, szavalók, polgármesterek bemutatják a településeket, ahonnan jöttek, hogy az elmúlt 2 évben mennyit fejlődött a falu, mert hát azok az emberek, akik még élnek és onnan származnak, azokat nagyon érdekli az, hogy mi van otthon. Az idén korlátozott létszámmal, lehetőleg akinek van oltási könyve, az hozza magával, természetesen maszkban, a templomban, illetve itt a koszorúzást megtartjuk rövid kis műsorral, ugyanis az egyesületünknek van egy énekkara. Jövőre leszünk 20 évesek, és ez az énekkar minden évben a koszorúzáson szerepel, illetve most már természetesen a kulturális műsorokban, népdalkórusok találkozóján, illetve olyan felvidéki településeken, ahova meghívnak bennünket. Ez lehet Felvidék, Szlovákia, illetve Magyarországon is most már több kisebb egyesület, illetve klub alakult ki. Mondanék néhány példát, Pécsvárad, Hajós, Láncsók, és velük tartjuk a szorosabb kapcsolatot, és őhozzájuk is szoktunk menni műsorral is, meg énekelni is, vagy koszorúzni. Az egyesületnek több kitűzött célja is van az év második felére. Az a terv, hogy az elmaradt találkozó egyik pontja, fénypontja lett volna az, hogy átadjuk a szobrot, ami tulajdonképpen 2 éve már elkészült.
ilyen elhalasztott, de méltó körülmények között szeretnénk felavatni ezt a szobrot. Ennek a szobornak az a mondani valója, hogy honnan érkeztünk. Tehát tulajdonképpen a vonatos utazásunkat mutatja be Szlovákiából Magyarországra, mert amikor elindultak, nem tudták, hogy hova kerülnek. Az én nagyszüleim is úgy tudták, hogy az Alföldre mennek, és a várakozás ideje alatt mondták, hogy nem oda mennek, hanem a Dunántúlra például. És ez a vonat benne szerepel a szoborban, mint egy alagúton keresztül érkeznek a telepesek felvidékről Magyarországra.